Kiszeli Zoltán az ELTE politikatudományi doktori iskolájában a párt- és kampányfinanszírozás témáját járta körül. Füredi előadás alkalmával adódott a kérdés, hogy vajon létezik-e ideális finanszírozási forma. legjobb megoldás talán egy vegyes rendszer, mint a választási rendszereknél is, hogy általában három lába van a pártfinanszírozásnak, van a tagok általi finanszírozás, hát ez csökken a tag létszámmal együtt, van az állami finanszírozás, ez az, ami egyre nagyobb szerepet kap, és hát vannak a privát adományok, amit mikrofinanszírozásnak hívunk. Jó esetben ennek a háromnak egyforma az aránya, és minél több adományt vagy tagdíjat tud egy párt bevonzani, hogy az állam is azzal arányosan támogatja, hiszen minél több tagja vagy adományozója van egy pártnak, ugye annál élőbb és szervesebb kapcsolatot ápol a társadalommal. A magyar most már tisztul, hisz hiszen korábban álszent módszer volt, amikor ugye csak egy millió forintot lehetett jelöltenként elkölteni, és hát a pártfinanszírozás, illetve a kampányköltségek kérdése nem volt rendezve. Négy évente a pártok kiköltekeztek a kampányokra, és hát ugye az állami támogatást jó jószerivel az adósságaik törlesztésére fordították. Nem különült el a működési költség és a kampányköltség. Szerintem most a 2010 után ebben is sikerült egyet előrelépni őszintébb a rendszer, hiszen a pártok működése kiegészült az alapítványok finanszírozásával, ugye ez már viszonylag régebb óta van, és hát a 14-es választásra jelent meg egy nagyobb volumenű kampánytámogatás, ami a valódi pártokat, és nem a kamu pártokról beszélek, tehermentesíti, hogy ne kelljen annyira eladósodniuk egy kampány miatt, és a működési költségeiket nagyjából tudják fedezni. Nyilván a kamu pártok azok, amelyek megalakulnak, és hát nem indulnak el felfelé, vagy két választás között nem fejtenek ki érdemi tevékenységet, és hát leginkább a pártfinanszírozásnak, vagy a kampányfinanszírozásnak az előnyeit próbálják meg learatni, anélkül, hogy a pártok üzemszerű működését is felmutatnák. Hát a nyilvánosság az, amelyik igazából ezen a legtöbbet tud tenni, és szerintem a szavazók pontosan tudják, akár a 14-es választást nézzük, akár a mostani, hogy mely pártok az úgynevezett kamupártok, azok nagyon kevés szavazatot kapnak. Nyilván az államnak mindent meg kell tenni azért, hogy az adófizetők pénzét, amit a pártok a kampányra kaptak és elköltöttek, hogy akik ezt nem tudják, nem érték el az 1 Eredményt, vagy jelöltként a kettőt, ugye azok visszafizessék. Tehát itt az államnak van feladata adó módjára megpróbálják majd behajtani. Kitől tanul kampányolni a magyar? Minden Amerikából jön, tehát ha megnézzük, először minden Amerikából és a kereskedelmi marketingből jön. Például az, hogy most már nem politikusokat adunk el, hanem életérzéseket, ez is Amerikából jön, a kereskedelmi marketingből, és a politika personalizációja is onnan jön. Tehát, hogy a személyek, a pártok vezetői, képviselői, kirakat arcai nagyon fontosak, ez is Amerikából és a kereskedelmi marketingből jön. Először Angliába, aztán ugye a szokásos késéssel előbb-utóbb elér Magyarországra is. Hol válik el a propaganda és a történelem? Hát ugye mindenki tanult valamit az iskolában a történelemről. Szerintem van egy közös tudásunk nekünk magyaroknak, nekünk európaiaknak, embereknek arról, hogy mi történt itt szűke És hát nyilván azért az emberek tudják, hogy ha valaki nagyon megerőlteti a hasonlatokat, vagy az egész történelmet át akarja írni, hogy az hol sánt itt a saját, vagy az általános tudáshoz képest. Szerintem itt érdemes keresni a hibákat, hiszen nem lehet már mondjuk, ahogy a kommunizmusban is Dózsa Györgytől kezdve már mindenbe a forradalmat látták bele. Szerintem, ha valaki erre az útra téved, akkor önmagának árt és, a, és, a, és, a, és, 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 átmegy propagandába, nem, nem, nem hiteles, tehát hiteltelenné válik, és szerintem ezzel inkább árt magának és a pártjának az ügyének semmit használ. Önnek van kedvenc történelmi kora, hogyha választhatna, akkor melyik korban élne szívesen? Ó, hát én a, én a kiegyezés utáni Magyarországot tartom az egyik legjobb kornak, a 150 évvel ezelőtti kort, a maga csúcsaival és, 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 és mé, mélységeivel. Tehát én, én igazából ezt a korszakot szeretném, a 150 évvel ezelőtti Magyarországot nagyjából az első világháborúig. Kiszeli Zoltán a Balatonfüredi Értelmiségiek Keresztény Egyesületének meghívására érkezett az Adácsi Népházba. A civil szervezet további előadásokat tervez a jövőben.